Isten tisztelet a Paksi Református gyülekezet templomában. Különleges volt a március 17-i alkalom a közösség számára, hiszen ebben a környezetben ilyen formában többé nem találkoznak a hívek. Hamarosan elkezdődik a templom belső teljes felújítása. Korszerűbbé, tisztábbá, éppebbé, szebbé szeretnénk tenni. A ajzattól elkezdve gyakorlatilag a plafonig nagyon sok mindenen végzünk javításokat. A járófelületeket kő fogja borítani, a padozat alá pedig parketta kerül. A felújítás során kicserélik a régi padokat, amelyek korszerűek és kényelmesebbek lesznek az előzőeknél. Mivel az elektromos padfűtés jól működik, az csupán egy szabályozóval látják el. Az alkalmakat a felújítás idején is megtartják. Város vezetőségének és polgármester úrnak köszönhetően lesz kulturált helyünk, ahol tudjuk tartani istentiszteleteket. A Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében lesznek ebbe az időszakban az istentiszteletek. Jövő vasárnaptól már oda várjuk a igét hallgatni vágyókat. A beruházásra egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFO pályázat biztosította az összeget, másrészt pedig a gyülekezeti adományok is nagy segítséget jelentenek, hogy egyre szebb és komfortosabb legyen a templom. A rekonstrukciót várhatóan augusztusban fejezik be.